Egyre több ingatlan fejlesztés kavar hullámokat a Balaton környékén. A helybeliek több településen is aggódnak a természet károsítás miatt. Balaton fűzfön egy éve kivágtak egy erdőrészt a strand melletti partszakaszon, mert a fák helyére röplabda centrumot akar építeni a Balaton Sportklub Kft. A terület azonban Natura 2000-es oltalom alatt áll. Az ősszel megválasztott polgármester Szanyi Szilvia nem érti, hogy a képviselőtestület és a beruházó miért nem vették figyelembe, hogy természetvédelmi területről van szó. A KFT ráadásul vendéglátóhely létesítésére is beadott igényt. Ez egy gyönyörű parti sétány volt, és most így le lett rombolva és a törvényességet be kell tartani. Tehát, hogyha az a fontos, hogy itt épüljön a hat darab strandrop van egy óriási nagy városi stadionunk, oda ezt meg lehetne építeni. Tehát én nem értem, hogy miért szükséges ide, hogyha a sportról van szó. Tehát, hogyha a sport a lényeg. Ha más, akkor, akkor ehhez nem tudok mit fűzni. A polgármester azt mutatja, hogy a város 2015-ös térképén is látszik, hol húzódtak a természetvédelmi terület határai. Az előző polgármester Marton Béla szerint viszont érvényes az önkormányzati döntés a kivágott erdőrész fejlesztéséről. Ez a terület, amikor az önkormányzat bérbe nem volt benne a Natura 2000-es területbe. Ezt azt megelőző, azt követően kb. egy évre rá lett á, átsorolva a Natura 2000-es területre. Tehát amikor ott a művetek végződtek, készítették, akkor nem volt besorolva a Natura 2000-es területbe. A természetvédelmi hatóság félmillió forintos pénzbüntetést szabott ki a Balaton Sportklub KFT-re. A cég fellebbezett, másodfokon eltörölték a büntetést. A KFT, amelynek címeként csak helyrajzi szám szerepel a nyilvántartásban, nem reagált megkeresésünkre. A másodfokú természetvédelmi hatóság kötelezte a beruházó céget a terület helyreállítására. Csak akkor lehetne egy sportpályát építeni, ha levennék a területről a Natura 2000-es védettséget. Ehhez viszont Európai Uniós hozzájárulás szükséges. Kis Gábor, Euronews Balatonfűsz fő.